szezonális bögrével jöttem ma. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videó egy újabb barangolás Európában rész lesz. Most már egyébként egész sok barangolás Európában rész sikerült megcsinálnom, és most a mai videóban Csehországba fogunk ellátogatni, mégpedig a Mostoha Sors című kötettel Petra Hulovától. Egyébként nem tudom pontosan azok a pöttyök a nevének a tetején milyen kiejtést követelnek, úgyhogy most így mondom. Szóval ez lesz a mai könyvünk. Egyébként ez is Galaktika kiadós. Majdnem az összes barangolás Európában rész most már Galaktika kiadós, de csak mert onnan vannak olyan könyveim, amik nem angol szerzőktől vannak, vagy magyartól, úgyhogy... Ja, igen, egyébként ezt a Galaktika kiadótól kaptam, úgyhogy nagyon szépen köszönöm. Ez egy szép irodalmi kötet, ami kicsit az elején megijesztett, mert hát nem vagyok egy túl nagy szép irodalom olvasó. Gyanítom, a szép irodalommal való kapcsolatom valahol a suliban ment félre, és igazából emiatt inkább azt vártam, hogy nem fog annyira tetszeni, de tetszett. 4 csillag adottam rá a végére. Igazából ez a könyv az alkoholizmusról szól, és mivel szép irodalmi, mivel elég tömény, hát, szó vicc. Gyanítom, amiatt csúszott jobban a könyv, hogy az ilyen szép irodalmi művekben általában nagyon ugrálunk gondolatról gondolatra, és nagyon bonyolult mondatok vannak benne, és néha sokszor kicsit nehéz megérteni. De az ennél a könyvnél azért volt kifejezetten jó, mert az alkoholizmusról szól, és arról, hogy hogyan épül le az, aki alkoholista, mert hogy aki meséli a történetet, ez egy ilyen monológikus könyv, szóval az egész egy nagy monológ, és tényleg azt lehet látni benne, ami miatt így talán nekem is jobb volt, hogy volt egy sztoria, amit értettem, és tudtam követni, és azért nem volt zavaró, hogy nagyon össze-vissza csapongtunk témáról témára, mert egy olyan nő mesélte a sztorit, aki kb. Folyamatosan alkohol hatása alatt állt, tehát igazából ő is nagyon nehezen tudta követni a saját gondolatmenetét, és így teljesen indokolt volt, hogy egyik oldalon még erről volt szó, aztán abból átmentünk másba, és néha visszamentünk, néha odamentünk, szóval valószínűleg emiatt tudtam jobban megbarátkozni a könyvvel. Egyébként nem egy vastag könyvről beszélünk, tehát ez 200 oldal az egész, nem egy hűde nagyon hosszú olvasmány, de így is azért kell hozzá idő, mert ez nem egy olyan sztori, amit leülsz és egyben elolvasol, mert tényleg elég tömény. Szóval vannak benne olyan dolgok, amik miatt így néha le kell tenni, hogy oké, akkor kicsit emészszük meg. Körülbelül egyébként én ilyen 40 oldalanként haladtam, tehát hogy minden nap egy ilyen 40 oldalt olvastam belőle, és úgy tök jó volt. Igazából majdnem a könyv felé úgy voltam vele, hogy jó, ez egy 3 csillagos olvasás lesz, de aztán ott a könyv felétől nem tudom, valami egyébként kattant, és utána úgy voltam, hogy na, ez tök jó. Valószínűleg azért, mert a könyv felek körül már összeszedtem annyi infót a sztoriból, hogy tudtam kb. Miről van szó, és addigra így hozzászoktam a stílushoz, és tudtam követni is az eseményeket. A főszereplőnk, mondjuk így, szóval a narrátorunk az egyébként ugye alkoholista, nyilván. Másrészt egy cseh ponyva, erotikus ponyva írónő. És ami nekem egyébként kifejezetten tetszett még, hogy egy csomószor ugye volt arról szó, hogy ő ugye ponyvát ír, és hogy ez így le is van nézve, de hogy egyébként, tehát hogy erről így volt szó. Igazából nem mondom, hogy ez spoilerezés lenne, mert elég gyorsan kiderülnek a dolgok. És maga a nő, aki narrálja, az egyébként elég ilyen szókimondó, lehet ez az alkohol miatt is van, de hogy így mondja, hogy igen, ő ponyvát ír, tegye mindenki ezen túl rajta magát, úgyhogy ez igazából tetszett, mert egy csomószor van ilyen így a való életben is, hogy a szép irodalom az ugye az a szép irodalom, és akkor a szórakoztató irodalom az le van nézve, az gondolom, gyanítom itt ugye a ponyvát, az a szép, szóval gyanítom itt is ugye a ponyva az, ugye azt akarta, hogy szórakoztató irodalom, és egyébként meg ugye általában szerintem a szórakoztató irodalom egyébként meg könnyebben csúszik, mert benne van a nevében szórakoztató irodalom, de amúgy meg szerintem tök mindegy, hogyha valaki élvez egy könyvet, akkor élvez egy könyvet, legyen akármilyen címke rajta. És akkor igazából ugye azt látjuk, hogy így szép lassan leépül az alkoholtól a nő, és a könyv elején sokkal jobban követhető még talán a gondolatmenete, mint a könyv vége felé, mert így egyre jobban kicsapong, és többször van a könyv fele után már olyan, hogy így
abszolút nem is emlékszik arra, hogy mi történt előtte. Tehát tényleg nagyon durva ugrások vannak, hogy valami honnan jött, meg mi történik, meg akkor már jobban látszódik, hogy annyira elitte az agyát, de én most tényleg, hogy mást lát, mint ami történik, és már mást vetít ki neki az agya, és nagyon durva volt egyébként tényleg. Sokáig halogattam ezt a könyvet, mert ugye tavaly december körül kaptam. A galaktikás bukó videómban nincs is benne, mert apa egyből erre csapott le, és azt kezdte el olvasni. És utána elfelejtettem, és nem tettem bele. És ő is mondta, hogy elég tömény a könyv, szóval nem egy ilyen leülsz olvasó. De most kifejezetten örülök, hogy én ezt elolvastam, mert egyébként meg tanulságos is volt, egy csomó jó gondolat is volt benne, úgyhogy mindenkinek ajánlom. És cseh szerzőtől még nem is olvastam szerintem könyvet. Még suliban se, talán. Egyébként imádom a borítóját is. Igen, úgyhogy ez volt a Barangolás Európában cseh része. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomjatok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!